kirakodóvásár, művelődési műsor, zene és körhinta várta a kikapcsolódni vágyókat. Sokan pedig családostól és bográccsal érkeztek a népkertbe. A szűk családi körbe ünnepeljük a munka ünnepét. A bográsban meg egy babpaprikás lesz, füstölt csülökkel meghintve. Remélem, hogy sikerül majd valamit kihozni belőle. A bográcsban disznópörköltet főzök, mert baráti társasággal érkeztünk, és megbeszéltük, hogy különfélét főzünk, és barátok részére, család részére főzzük meg, aki kér belőle. Az elkészült finomságokkal a főzőversenyre is be lehetett nevezni. Összeírkáltam őket, lesz vegyesült, bab, birka pörkölt, disznópaprikás és egyebek. A szervezők azokra is gondoltak, akik a munka ünnepét nem főzéssel akarták eltölteni. Körülbelül 300 személynek fölkért a város, hogy csináljunk babot, vagy valójában bableves lesz, mert ritkára csináljuk, ebben van füstölt csont, füstölt oldalas, kolbász, szalonna, zöldségfélék és a fűszerek hozzá. A majálist Zenta község önálló szakszervezeteinek szövetsége szervezte, a község önkormányzatával karöltve. Minden évben olyan programot akarunk szervezni, ahol a polgárok, Zenta polgárai, vagy esetleg akik környékből eljönnek, hogy jól érezzék magukat, és nem határozzuk meg, hogy mi az a sportág, mi az a főzőverseny, mit kell főzniük, és ebből áll össze azután itt lent a népkertben a napi program. A sportolni vágyók idén kispályás labdarúgásban, sakkban, egyéni sporthorgászatban és pikádóban mérhették össze erejüket és ügyességüket. A gyerekek a játszótéren találtak maguknak szórakozást, a legtöbben viszont a bográcsok mellett élvezték a tavaszi napsütést.